Lederer András a Magyar Liberális Párt új generációjának elnökének tolmácsolnám a szavait. Szombaton Budapesten elindult a melegméltóság menete. A korábbi évekhez hasonlóan idén is, ha csak egy napra is, de felhívták a figyelmet a melegekkel szembeni előítéletek csökkentésére. Ezúttal az elmúlt hetek molotov koktélos támadásainak köszönhetően több száz melegekkel szimpatizáló állampolgár is részt vett a felvonuláson. A menetet eddig nem látott erőszak kísérte. Több civilt, rendőrt és közszereplőt bántalmaztak, köztük a Magyar Liberális Párt ügyvivőjét, Horn Gábort és az Európai Parlament szocialista képviselőjét, Lévai Katalint. Amióta megalakult a Magyar Gárda, azóta több szélső jobboldali neonáci portálok folyamatosan szervezik az agresszív támadásokat, hol egy zsidó jegyiroda ellen, hol a roma telepek ellen, most pedig a melegek ellen. Miközben a kormány láthatóan tehetetlen, a nyomozóhatóságok képtelenek eredményeket felmutatni. Köszönöm szépen!